tavaly év tavaszán készült el a mögöttünk lévő oronfal és úgynevezett kisház tisztításai szigetelése, és ebben az évben pedig a teljes halászbástyának tudtuk befejezni a kőelemeinek tisztítását, fogázását, és ennek a munkának a része volt a műalkotások helyreállítása is. A tavalyi év októberében emeltük ki ezeket a szobrokat, azaz, hogy nem ezeket, hanem az eredetieket, mert hogy ezek másolatok. Az eredetieket olyan helyen kell majd tárolnunk, ahol nem tudják a levegő páratartalmából sem felvenni a vizet, hogy azok ne rongálódjon tovább a só hatására. A Duna felé néző vitézek sorából a bal 1 és 2 már nem eredeti volt a restaurálás időszakában se. Ez onnan is kiderült, hogy amikor az eredetieket kivettük, illetve hát a újra készítetteket, az eredetinek a töredékei bent voltak mögötte törmelékként. És ez a bal 1-es és 2-es, ez rosszabb minőségű kőanyagból készült, és ezeken látszott legjobban a romlási folyamat is. Ezért is kellett. A többi, a 3-as, meg ez a sor, ezek eredeti anyagukat megőrizvén kisebb sérülések jelentkeztek rajtuk, de természetesen időjárás okozta, vagy pedig sajnos emberi pusztítások, letörések, szándékos rongálások, ezek jelentősek voltak rajtuk. Én nagyon-nagyon örülök, hogy ez a hosszú-hosszú évtizedekig pusztuló, romló, szinte méltatlan állapotban itt csúfoskodó helyzet végre hosszú-hosszú évtizedekre megoldódott. Köszönet érte a beruházást végzőknek, a szakembernek, a restaurátornak, és gyönyörködjünk ezekben a szobrokban, örüljünk ennek a halászbástyának. Örüljünk úgy, ahogy 1905-ben eleink, akik ezt elkészítették, és örökül hagytánk rá, annak idején is örülhettek.